Hadd egy idézettel kezdjem, az emberek, akik a mulandóság farsangján összeakadnak, egymással maskarát viselnek, és ez az állarc alatt sokkal nem ismernek rá saját testvérükre, illetve barátaikra sem. Aki azonban tudja, hogy művészete a legjobb barátja, rokona és szellemének kedves, akivel egy idegen test rövid időre feltöltött jelmezével találkozott, az tudja, hogy mindent tud. Ez azért fontos, mert egy olyan ember a vendégünk most, aki nem csak a klasszikus zenében, mint Debrecen főzene igazgatója, úgy tetszik, nem csak mint orgonaművész jeleskedik, hanem olyan köznapi, de nagyon is művészi tevékenységeknek is mestere, ha úgy tetszik, mint a fotózás, a légifotózás, emellett pilóta, és ráadásul számtalan olyan tevékenység fűződik a nevéhez, ami példa számunkra. Kezdjük talán az elején. Evezz a mélyre, 40 esztendeje született, rövidesen jön a 40. születésnap, a teljes az élete. Viszont miként választ hivatást magának egy fiatal, aki tehetséges, aki ideje korán eldöntheti, hogy mi szeretne lenni, ha felnő? Mindenkinél ez máshogy alakul ki. Én nagyon hálás lehetek azért az életnek, hogy azokkal foglalkozom, amiket szeretek. És az, hogy ezek közül mit választottam ki, az már egy nehezebb ügy. Mint ahogy a szerkesztő úr is elmondta, tehát itt egy több lábon állás van azért. Ha csak a zenét nézzük, akkor is azon belül, amiket csinálok, az nem jellemző, hogy egy karmesternek ennyi orgona hangversenye van, miközben rendszeresen úgy is fellép, hogy zongora versenyt játszik, és a zongora mellől vezényli. Az, hogy egyszerre játsz a Bach legnagyobb orgonaműveit, meg egyszerre vezényel Kálmán Imre operettet. Szóval ezek a dolgok nálam így alakultak ki a 4 év, így alakultak ki a 40 év alatt, és mindehez jön a másik életem, a repüléssel kapcsolatos életem, amit szintén nem tudtam elengedni. Tehát én úgy nőttem föl, hogy megkaptam a zenei képességeim, a tehetségeim kibontakozásának a lehetőségét is, illetve kaptam egy olyan kontextust otthon, amiben a repülést nem tudtam kikerülni. És annyira fontos volt, hogy nem is tudom elképzelni, hogy anélkül léteznék, és az én életemben az a nagyon nagy feladat, hogy ezt a két teljesen idegen, teljesen távol, egymástól távol lévő életet hogy tudom összehangolni, és ez egy, ha úgy nézzük, egy nagy adomány is, hiszen egymásban pihenem kicsit ki a kettőt, soha nem tudom az egyiket megunni, mert ott a másik, amiből egyikből a másikból mindig. Szép feladat, és azt kell, hogy mondjam, most, hogyha itt a 40 évemet említi, hogy hogyha visszagondolok, vagy hogyha nyilván most nagy számvetés következik, még a következő pár hétben, ami a születésnapomig van, de hogy amiket eddig csináltam, azokat szerettem csinálni, és a közönség számára is fontosak voltak, tehát ha nem csináltam volna, akkor lehet, hogy kevesebb bet tudtam volna adni, és ezért örülök neki, hogy csináltam, és örülök annak, hogy ez a nagy erőfeszítés, amivel ez jár, ezt megtettem. Ugye soha nem került olyan helyzetbe, hogy kétségbe esetten kellett mímelnie azt, ami másokból úgy fakad, mint a virág. Itt a két hivatás kapcsán kérdezem ezt, hiszen bizony időben, függetlenül attól, hogy ki mennyire tehetséges és mennyi időt tud szánni arra a feladatra, tehát itt gondolok a repülésre, a fotózásra, illetve az orgonaművészetre és a karmesterségre, hogy választás elé kényszerült. Hát kényszerültem választás elé. Pont a légifotózás volt az, amit nagyon szerettem, ami nagyon szerves része volt az életemnek, még a zeneakadémista koromban, és kicsit még azután is. És amikor igazán karmester lettem, amikor a diplomám után nem sokkal Békés Csabán lettem a zenekarnak a vezetője, és azt elkezdtük fejleszteni, akkor láttam, hogy hát az nem fog beleférni, hogy azt is csináljam. És akkor azt átadtam az öcsémnek, aki abból az egész vállalkozásból, amit elindítottunk, csinált egy nagyon komoly filmes céget gyakorlatilag, ami nem csak a légi felvételekkel foglalkozik, hanem sokkal szélesebb a spektruma.
Tehát magyarán jó időben jól tudtam azt elengedni. Hát a repülést magát, azt nem. Hát ugye Ferihegyen, ami ennek az egyik legnagyobb eredménye, csináltunk egy csodaszép, nagyon gazdag kollekcióval rendelkező repülőmúzeumot egy korábbi rozsdatemetőből, amit 70 ezer ember látogat egy évben. Tehát az egy olyan eredmény, ami, hogyha azt nézzük, hogy annak a repülőmúzeumnak a YouTube csatornát és mennyien követik, hát itt tömegekről van szó, akiknek ez élményt ad, és hát nagyon büszke vagyok arra is, hogy a zene mellett ezt meg tudtuk csinálni, de hát természetesen, ami az egész életemnek az elmúlt egy évtizedének a fő vezérfonala, az a debreceni főzenei igazgatóság. Igen, előtte azonban beszéljünk egy kicsit a konziról, hiszen nyilván aki az indítatást megkapja, az soha nem feledi el az elsőt, ha úgy tetszik. Hát bizony. Ugye a karmesterek szoktak zongorázni, sőt, azért muszáj, hogy zongorázzanak. Én azt gondolom, hogy azért egy karmestertől el lehet várni, hogy valamilyen hangszeren jól tudjon. És nekem azért mégiscsak az alapvető hangszerem a zongora. Akkor is, hogyha aztán a Zeneakadémián már karmesterként és orgonaművészként végeztem, de az a zongora tanulmány, amit folytattam, meg amit kaptam a csodálatos tanáraimtól, az máig talán a legfontosabb az egész zenei képzésemben. Kertész Lajos volt a konziban a zongoratanárom, 1925-ben él, 1925-ben született, máig hála Istennek, hogy kiváló egészségnek örvend, és nagyon remélem, hogy a napokban tudok is vele találkozni. És ő olyan mélységeiben és holisztikusságában adta át számomra a zenei értékeknek az alapjait, hogy azóta is csak azt csinálom, hogy igyekszem azoknak a közelébe jutni, és talán így 40 éves koromra kicsit elkezdtem hozzá közelíteni, de nagyon-nagyon magasra tette ő a mércét, amit aztán később Eckhardt Gábor még jobban kibontott. Tehát a zongora tanulmányaim valóban a legfontosabbak voltak. Hogy került vidékre? Ha nézem a zenei pályafutását, akkor ugye Békés megyében kezdte, egy pesti srác, ízi végrik pesti srác helyek közel. Igen, a Békés megye pont érintettséget jelent nekem, mert Budapesten születtem, ott nőttem föl, de a nagyszüleim, édesanyám is Körösladányban született, ami Békés Csaba és Debrecen között van félúton. Békés megyében töltöttem a nyaraimat. És ez annyira meghatározó volt, és annyira szerettem ott lenni, és a vidéki Magyarország aztán pont a légifotózás miatt is nekem annyira fontos lett, és annyira elkezdtem hinni a vidéki Magyarországnak az erősítésében, meg a vidéki Magyarországra való koncentrálásban, hogy nekem az, hogy aztán a diplomám után pont Békés megyébe kerültem, és egy ottani nagyon elhanyagolt állapotú zenekart fejleszthettem, az egy fantasztikus lehetőség, meg élmény volt, és nagyon megtisztelt az, hogy vidékre mehetek a pályámat kezdeni. És aztán onnan mentem Debrecenbe, igen, ami már onnan nem volt messze. Egy tájegység és elég nagy hagyománya is van annak, hogy Békés megyei eredetű művészek Debrecenben alkotnak. Semmiből egy új másik világot épített, mondhatjuk ezt. Egyébként ez Székesfehérvár egyik büszkesége. Eperjesi Benyámin, aki maga is zenélt valamikor, mondta így, hiszen 2008-ban már Prima díjat kapott. Ami egy óriási lépés, ha azt nézzük, hogy 2007-ben kezdett el valamit, ahogy ön fogalmazott, egy elhanyagolt zenekarból, ami a Békés megyében, megyei szimfonikus zenekar élén töltött. Hát ott egy nagyon hirtelen munka volt valóban. Tehát természetesen, hogyha valahonnan nagyon mélyről kell kezdeni egy építkezést, akkor minden lépés jelentősnek látszik. Itt is végül is ez volt, de ugye vannak egy zenekarnak mutatószámai, amik mindig mégiscsak jelzik a bármilyen előadó művészeti szervezet esetén a sikerét a dolognak valahol. És a pénzügyi forgalma, a bevételei, azok azt hiszem, hogy 15-szörösére nőttek, vagy nem is tudom, pillanat alatt, és a koncertszám is. És ennek volt egy olyan háttere, hogy egy olyan vezető volt a Békés megye élén akkor, aki nagyon ambicionálta a megyének a
az építését, szinte brandépítés szinten. És abba az, hogy a zenekar az egy fontos kulturális produktuma legyen, az egy nagyon fontos szerepet kapott. Azt a koncepciót, amit én letettem az asztalra, azt elnök úr elfogadta, és tudtunk dolgozni. És ott ezért tényleg egy csodálatos történet vette kezdetét, ami aztán, amikor Debrecenbe kerültem, akkor egybeesett azzal, hogy a megyei rendszerekben történt egy változás, és elnök úr is elment, meg én is elmentem akkor, ő az állami számvevőszéknek az elnöke lett, én pedig Debrecenben lettem főzeneigazgató, és szerintem mind a ketten nagyon nagy örömmel gondolunk vissza arra az időszakra. Hogy lehetett munkához fogni Debrecenben? Debrecenben tudjuk, hogy egy kicsit más szintet képvisel mindenféle értelemben itt Magyarországon, hogy Budapesten kívül azért Debrecen mondják, hogy református Róma és így tovább, de nekünk, magyaroknak kivételesen fontos. Ami ott történik, az hatással bír a kulturális életben és teljes Magyarországra. Tehát akkor, amikor a Csokonai Színház mellett, illetve Debrecen mellett kötelezte el magát, és főzeneigazgatóként nekiállt azokat az elveket megvalósítani, amelynek mentén oda szerződött, az nyilván nem ment zökkenők nélkül. Melyik volt az első és a legfontosabb feladata? Hiszen azóta tudjuk, hogy ez egy sikersztori mindenféle értelemben. Az első és legfontosabb feladat az volt, hogy tegyük rendbe a közönség és a zenekar viszonyát. Mert amikor oda kerültem, akkor ez nem volt rendben egyáltalán. Tehát ott volt, hogy pár tucat ember volt a koncerteken. És ezen hát nagyon változtatni kell. Tehát ez nem lehet, hogy van egy ilyen fontosságú művészeti együttes, ráadásul kettő, mert a Kodály Filharmonikusok és Kodály Kórust egybefoglaló Kodály Filharmónia lett ugye belőle, amit akkor úgy vettem át, hogy Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus, így hívták a már összevont együttesekkel működő intézményt, de még nem volt az egésznek a szolgáltatás jellege, arcéle megadva. És az volt a nagyon fontos lépés, hogy akkor Kodály Zoltánné jóváhagyásával egy összefogott intézményt hoztunk létre Kodály Filharmónia néven, Kodály Filharmonikusok és Kodály Kórus két előadóművészeti együttes, nemzeti kategóriás előadóművészeti együttessel, amelyet a Filharmónia Magyarország partnerségével hoztunk egy koncertszervező szervezetté is össze, és ezáltal gyakorlatilag a Kodály Filharmónia a központi debreceni klasszikus zenei szolgáltató. Tudom, hogy csúnya ez a szó, de azért kell ezt hangsúlyoznom, mert ugyan nem azonnali módon, de bocsánat, azonnal lehetett érezni ennek a hatását, tehát az első bérletértékesítés is már hát össze se lehetett hasonlítani a korábbival, de mégiscsak az intézmény bérletértékesítéseinek a száma az már elérte a tízszeresét annak, mint amikor átvettem, és ennek biztos, hogyha kérdezte, hogy mi volt a fontos lépés, itt ez a bizonyos egy koncentrált szervezetté való fejlesztés volt e mögött, amit azért bátorság volt meglépni, de megléptük, és örülök, hogy megléptük. Tehát csapatot kellett építeni egyik oldalról, egy olyan repertoárt létrehozni, amelynek mentén a nézők megszokják, megtanulják a klasszikus zenét, és ráadásul ezzel kilépni Debrecen határain túlra. Mert így ne van. Feledjük, hogy ez egy rendkívül fontos lépés volt. Pontosan így van, tehát az előbb elmondott közönségfejlesztés, meg szervezeti struktúra átalakítás, az egyik része természetesen a dolognak. A másik része az a művészeti tartalom, tehát az, hogy milyen műsorpolitikát csinálunk, milyen zenét szeretne hallani a közönség, és emellett mi mit szeretnénk, hogy a közönség miből épüljön, miből legyen gazdagabb az ő ismerete klasszikus zenén belül. Tehát ebben tudtunk egy jó egyensúlyt kialakítani, azt gondolom, ami mai napig működik, és hát ne felejtsük el, hogy a Kodály Filharmonikusok pedig a Csokonai Színháznak a rezidens zenekaraként, kiváló opera zenekarként működik, és ugyan a Csokonai Színház most átalakítás, felújítás előtt van, és csodálatos látni azt, hogy Székesfehérváron mi lett ennek az eredménye, és ugye alig várja az ember debreceniként, hogy a Csokonai Színház is hasonló
építészeti minőségben is jelenjen meg a következő években. De hát ugye nagyon-nagyon várjuk azt, hogy ez a fejlesztés hoz magával majd egy komoly operai bővülési lehetőséget is, hiszen amellett, hogy a Csokonai Színház megújul, amellett a Latonyabit Színház is el fog készülni, tehát Debrecenben két színház lesz, így a zenés kapacitás talán egy picit több lesz, mint eddig, tehát mi zenészek ennek borzasztóan örülünk és nagyon várjuk, és hát tudva azt, hogy a Kodály Filharmonikusok milyen kiváló opera zenekar ebben, és a Csokonai Színház énekkara milyen kiváló opera énekkar, pláne, hogyha még a Kodály kórussal is ki van egészítve, szóval itt Debrecenben a zenés színházi operajátszási potenciál igen erős. Emellett pedig járják a világot, külföldet. Megerősítést jelent a karmesternek, a művészeti vezetőnek, a vezetőnek általában, hogy meg annyi siker kíséri az útjukat? Természetesen igen, és talán a visszatérők a legjobbak, amikor úgy érzi az ember, hogy elindult egy együttműködés, de az nem merült ki annyiba, hogy volt mondjuk egy olasz turnénk, hanem abból szépen kialakult egy olasz kapcsolatrendszer, ami persze most ketté van vágva, és két évvel el vannak halasztva olasz hangversenyeink, de sokat jártunk az olasz városokban az elmúlt években, és azt hiszem, hogy ebben egy nagyon jelentős folytatás is lehetséges, és már csak amiatt is, mert olyan szinergiák alakulnak, amik most a Covid miatt nem tudnak kibontakozni, de hát alig várjuk, hogy elmúljon ez a borzasztó dolog, és a polgármester úr nálunk, ő a Római Magyar Akadémiának volt az igazgatója, és ő úgy jött Debrecenbe. És mi ettől teljesen függetlenül alakítottuk a saját olasz hangverseny kapcsolati rendszerünket, meg turnéinkat, de ha belegondolunk abba, hogy az ő kapcsolati tőkéje, hatalmas olasz kultúrája és a mi meglévő kapcsolatrendszerünk egy igazi hát sikerré teheti azt a itáliai vonalat, és nagyon szép termények is vannak ez ügyben. Hogy nem szenvedett csorbát a szóló karrierje, az orgona művészi karrierje, hiszen remek sikereket ért el, mondom ezt azért, hiszen az elismerés és a maga a repertoár itt kézen fogva járt önnél. Hát azért biztos, hogy ha csak az orgonával foglalkoznék, akkor több hangversenyt adnék, de azért tényleg így panaszkodhatom. Tehát annyi hangversenyt adok orgonistaként, amennyi az életembe azért belefér. Megmondom őszintén, hogy a pandémia, hogy lehetett gyakorolni, az nekem egy hihetetlen érték. Hihetetlen érték. Tehát tudtam orgonálni, tudtam zongorázni, soha ilyen, tehát szerintem a konzis időszakom, hogyha már kérdeztek a szerkesztőről a konzit, hát azóta nem tudtam ennyit gyakorolni, mint most. És ez egy olyan egérút kicsit nekem, úgy érzem, hogy a menedzseri és a zenész életemet valahogy szinkronba hozzam, hogy amikor elkezdődött ez a borzalom, akkor így úgy voltam vele, hogy tehát ebből a lehető legtöbbet kell most kihozni, és jól éljek vele, hogy gyakorolhatok és tudok ez pótolni éveket abban, hogy a szólista pályám az olyan legyen, mint amire köteleztem magam, amikor ezt a pályát választottam. Tehát kerek a világ. Ugyanakkor itt most tisztelettel köszöntjük Székesfehérváron, hiszen itt vagyunk a Vörösmarty Színházban, egy olyan koncert előtt, amelyet a nemrégiben szintet lépett Albarigia Szimfonikusok élén fog tölteni. Ugye kiemelt minősítésű szimfonikus zenekar lett az Albarigia. Ez nagyon fontos nekünk. Mi hozta Székesfehérvárra? Hiszen egy olyan koncert előtt állunk, ahol Brahms, Bartók, Kodály, illetve két kortárs zeneszerző darabjait fogják előadni. A Filharmónia Magyarország. Ugye, ahogy mondtam, Debrecenben is szoros együttműködésben vagyunk az országos koncert irodával, és Székesfehérvár is abban van. És ez azt is jelenti, hogy bizonyos művészeket, műsorokat koprodukcióban vagy valamilyen fajta együttműködésben csinál meg a zenekar és a Filharmónia. És ez most is így volt, ez egy országos
filharmoniai törekvés, meg feladat most, hogy legyenek stream hangversenyek, amik egyfajta körképet is fognak aztán adni az ország kiváló zenekarairól. És én is ennek köszönhetem, hogy itt lehetek, és nagyon örülök ennek, mert nagyon sok jót hallottam korábban is Székesfehérvárról, meg ez a város, ami Budapesthez is, Veszprémhez is, Győrhöz is jóval közelebb van, mint amit mi Debrecenben megszokunk, hogy kicsit izoláltan vagyunk, mégis annyira markáns kulturális értékekkel bír, hogy ez mindig borzasztóan érdekelt engem, és a Vörösmarty Színháznak is a felújítását is távolról követtem, és nagyon örültem neki. Miklós Erikával sokat szoktunk együtt muzsikálni. Van egy triónk, amit rendszeresen csinálunk együtt Tóth László trombitaművésszel, a Nemzeti Filharmonikusoktól. Erika ugye énekel, és ilyen orgonával. És évekkel ezelőtt volt itt koncertünk, és olyan mély nyomot hagyott bennem, ez egy nagyon fontos koncert volt, és református templomban. Amiatt is, meg úgy, hogy mondjam, amikor az ember akár messzebbről, ugye én Debrecenből megyek a Balatonra, amit azért elég rendszeresen teszek, akkor többször is szeret az ember bejönni Fehérvárra. Nagyon, nagyon, mindig nagyon szerettem ezt a várost, és örülök, hogy itt lehetek.